Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit, boldog új évet mindnyájuknak, ez az első adásunk, és azt hiszem, hogy az elmúlt esztendőkben már bizonyítottuk, hogy nagyon-nagyon fontos ez a mezőgazdaság minden szegmensét figyelemmel kísérő magazinműsor, hiszen itt tudhatjuk meg, hogy az állattenyésztés, növénytermesztés, illetve akárha most arról beszélünk, hogy a különböző vásárok, piacok és közösségi terek miként működnek itt Székesfehérváron, hiszen ezek nagyon fontosak. Az esztendő első műsorának vendége pedig Schulz György, a Jancsárkert Piac és Közösség Egyesület elnöke. Tisztelettel köszöntöm. Én is boldog új évet kívánok mindenkinek. Boldog új évet. Boldog új évet mindnyájunknak, bár az idén azért már jártunk kint a piacon, de hát az még nem volt az igazi, sőt, ugye mondhatjuk azt, hogy hát még azt hiszem, hogy egy fél évnek el kell telni, hogy visszatérjen az élet. No de, nagyon sokat beszéltünk, egy kicsit idézzük meg a piac megszületésének, a Jancsárkert megszületésének körülményeit, hiszen ez a termelői vásár, piac és közösségi tér, ez mindenképpen újdonság. Újdonság azért, mert hogy ugye a szabadtéri területen és a 650 négyzetméteren egy csoda valósult meg, a másik oldalon pedig, hogy a piacozás a Jancsárkertben kicsit más. Rengeteg ismerőssel lehet találkozni, és nem csak piac van, hanem receptek vannak, finom falatok vannak, szórakozás, ismerkedés, hangulat is van mindig. Arról nem beszélve, hogy a hagyományos és biozöldségek, gyümölcsök, tőke és füstölt húsok, pékáru, tészta, házi tojás, jószerivel minden van ezen a piacon. Arról nem beszélhetünk, hogy a bio, az ételintoleráns, diabetikus, speciális étrendi, paleo alapanyagok egyaránt megkaphatók. Na most ennyi volt röviden a bevezető, illetve most már hosszan. Kezdjük az elejével. Akkor, amikor felvetődött ennek a lehetősége, bizonyos volt, hogy igenis van létjogosultsága egy ilyen jellegű termelői piacnak? Először is köszönöm a bevezetőben elmondott gondolatokat, amely nagyon jól összefoglalta azt a széles termésskálát, azokat a mezőgazdasági élelmiszereket, amelyek a piacon megjelennek, és egy kicsit bemutatta azt a 8 éves fejlődési folyamatot, amely során az elején az egyszerű, feldolgozatlan mezőgazdasági termékekből eljutottunk most már sokkal minőségibb és jóval inkább feldolgozottabb termékek irányába. Hát ha 8 évre visszagondolunk, akkor hát bizonyosságról nem beszélhetünk, tehát ösztönösen megéreztük azt, hogy az emberekben, lakosságban, a fehérváriakban talán igény mutatkozik, lehet, hogy nosztalgiából arra, hogy megismerjék azokat a háztáji termékeket, amelyeknél nem csak a termékeket látnak a pulton, hanem a termelőket és a gazdáikat is, és tudjanak velük beszélgetni arról, akár felidézve a saját emlékeiket, hogy ezeket a zöldségeket, gyümölcsöket, vagy húsféleségeket, vagy a disznóvágással szinte mindenki találkozott, és a disznóhús feldolgozásával. Tehát, hogy ezeket az emlékeket felelevenítő, ezeket meg lehet beszélni, ezeket az ismereteket egyeztetni lehet. Azóta közel 400 piacot tartottunk, tehát ez a piac jellemzően egyelőre szombat délelőtti piac. Majd mikor a jövőről beszélünk, akkor egy nagy kihívásunkról, a hétköznapi is nyitva tartott piacról szeretnék majd néhány szót szólni. Ami fejlődés megmutatkozik a kezdetek óta, az egyre inkább az, hogy egyre több árus és termelő korszerűbb értékesítési módszerekre tér át. Azt örömmel látom, hogy sok gazda háttere és bizonyára a saját tehetségén kívül a kormányzati támogatásoknak is köszönhetően eléggé stabilizálódott. Tehát a termeléssel kapcsolatos fejlődés és a hús és zöldségek előállításának a színvonala minősége, ez sokat fejlődött, de amiben még inkább előrelépés van, ez inkább az értékesítési feltételekben, az értékesítési technikákban mutatkozik meg. Mi a folyamatos fejlődés záloga? Időközben majd természetesen két rövid képes beszámoló is lesz, hiszen készültünk, úgyhogy megmutatjuk, hogy milyen is a piac belülről, de mi a záloga? Tehát mi mindent kellett tenni? Ugye az első pillanatban azért ott volt, hogy azokat a
háznál termelt javakat, amelyek eddig csak csere útján kerültek az asztalokra, itt Székesfehérváron rendszeresen és ugyanolyan minőségben megkaphassák a vásárlók. Tehát bontsuk ketté. Mi, mennyit változtak a piac eladó részei, résztvevői, tehát azok, akik a termelők? Egyértelműen fejlődtek a saját termelési technológiájukat, és az értékesítési technológiáikat számítva, másrészt pedig a korszetételben is megfigyelhető egy változás, hogy egyre több fiatal gazda jelenik meg a piacon saját termékekkel. Most főleg az érték, és lehet, hogy ez egy kicsit önmagában is eredményezi az, hogy korszerűbb értékesítési módszerek jelennek meg, tehát a házhoz szállítás, vagy magán a tanyán, a gazdaságban történő értékesítés ma már nem idegen. Eléggé elterjedt az, hogy különösen most a járványos időszakban kiszállítják a termékeket. Van egy-két vállalkozó, van egy-két termelő, akik kimondottan akár erre is specializálódtak. De például fontosnak tartom kiemelni, hogy az érintésmentes fizetési módok egyre inkább, majdnem, hogy totálisan elterjedtek a piacon. Ez természetes dolog, hogy most már bankkártyával lehet fizetni, de azért akár a kezdetekkor, vagy jó pár évvel ezelőtt ez nem volt így. Akkor a reklámban, marketingben, a közösségi média használatban is sokat fejlődtek az árusok. Tehát kommunikációban, annak ellenére például, amit nagyon hiányolok, hogy nincsen az őstermelők, háztáji termelők számára, hogy nincsenek olyan elérhető gyakorlatismeretekkel tartalmában rendelkező felkészítők, workshopok, nevezzük akár tanfolyamoknak is. Lenne rá igény? Abszolút lenne rá, hiszen amiben még gondot látok, az az árusok kommunikációja, a vásárlók felé történő kommunikációja. Sokan még visszahúzódottabbak, talán a személyiségükből adódóan, kevésbé nyitottak, nem szólítják meg a vevőt, vagy például amikor kóstoltatnának, akkor ebben is eléggé visszafogottabb. Tehát biztos, hogy értékesítési módszereket, kommunikációs módszereket, eladás technikát érdemes lenne, hogyha valamelyik szervezet, vagy akár az agrárkamara felkarolná és tartana ilyeneket az árusok számára. Egyébként az árusok ugye akkor, amikor elkötelezik magukat egy-egy áruféleség okán, én azt tapasztalom, hogy nagyon jól választanak. Tehát nyilván megvan a kommunikáció, a piac vezetése és az árusok között is, hogy mire van igény, és ez már szép lassan kialakult. Hiszen látom, hogy ugye itt őstermelői piacról van szó, biopiacról, és hogy tehát nem mindenki paprikát és paradicsomot, hanem részben a tradícióknak megfelelő árukkal jelentkezik, részben pedig a hiánypótlásra is rámennek. Ez jól van, így gondolom. Igen, abszolút mértékben, és talán amire mindenki törekszik, és ami talán közös nevezőt jelent, az az egészség. Tehát, hogy a vásárlóknak az egészségére figyeljünk oda, de kezdve akkor, amikor azt a zöldséget megtermelik, hogy kevés vegyszert használjanak fel, vagy netán eljussanak a biominősítésig, mint ami jó néhány termék, mondjuk a spárga, vagy az aszalványok esetében megmutatkozik. Mikor jelentkezett igény arra, hogy egy kicsit táguljon a kör? Tehát ugye először ott vannak az alapzöldségek, a zöldségfajták és az alapgyümölcsfajták. Ez nyilvánvaló, ami megterem a Székesfehérvár szűken vett agglomerációs övezetében, a falvakban, az ide kerül a piacra, és nyilván bio minőségben. Viszont vannak olyanok, amelyek nem. Tehát ilyenkor van-e rábírható, a piac vezetése rábírhatja-e, vagy segíthet-e abban, hogy egy kicsit irányítsa, hogy mi kerüljön be? Igen, tehát az egészséges életmód, illetve az egészséges termék, ez a kulcsszó, amire mindenkinek törekednie kell. Tehát nem csak a saját termék előállításában, hanem az egész folyamatban, sőt, tehát hogy egészséges termékeket lehessen a piacon kapni. Ennek a csúcspontját jelentik a biotermékek, de minden termék esetében hát a termelőknek be kell bizonyítani az, hogy kevés adalékot, vegyszert használnak fel.
Tehát az egészségmegőrzés, ami egy közös hívószó, másik pedig a környezetbarát termelés és értékesítés. Tehát nagyon törekszünk arra már évek óta, hogy zöld piacnak lehessen tekinteni a Jancsárkertet, zöld piacnak az előállítás módját tekintetően, az áruféleségek tartalmát, beltartalmát illetően, de például a csomagolás illetően. És már hosszabb idő óta nagyon küzdünk azon, hogy számozzuk az egyszer használatos műanyag zacskókat, mint csomagolási eszközöket, és helyettük sokkal inkább környezetbarát textil szitjőket, vagy dobozokat, vagy többször felhasználható táskákat, szatyrokat terjeszünk el a piacon. Igen, ez egy komoly áttörés. Mint ahogy az is, hogy ugye óhatatlanul is először a zöldségekkel, gyümölcsökkel foglalkozunk, hiszen a háziasszonyok szombaton általában ezt vásárolják. Ugyanakkor ideje korán megjelentek a tőke és süstölt húsok, ami megint egy nagy áttörés, hiszen nagyon-nagyon fontos, mint ahogy a friss pékáruk is. Hiszen olyan házi termékekkel jelentkeztek, amelyek hiánypótlóak. Igen, és fontos, hogy minden termelőnek az általuk termelt termékek ízvilága különböző, és ezért az én filozófiám az, hogy mindig szívesen fogadunk újabb jelentkező termelőket, hiszen nem lehet előre tudni, hogy lehet, hogy pont az ő termékeit, az ő termékeinek a minőségét, ízvilágát, a szolgáltatás, a nyújtott szolgáltatás minőségét sokkal jobban szeretik a vásárlók, mint az előző esetekben. Tehát mindig a megújulás és az újabb befogadása az előttünk az teljesen természetes, és ezért van az, hogy például a füstölt hús kategóriában 5-6 termelő van jelen egy időben a piacon, a sajtokat tekintve nagyon széles a választék, a tehénsajt, kecskesajttól kezdve, és ez egyfajta a frissek is. Tehát mindenkit arra sarkal, mármint az árusokat, a termelőket is, hogy egyre jobb és jobb legyen, és az a minőség pedig kiegyensúlyozottan magas. Igen, a minőség az fejlődik, emelkedik egyértelműen. Tehát, hogyha most már ránézzünk, tehát én most illusztrációként... Ja igen, akkor igen, hiszen itt az asztalon még nem dicsértük meg ezt, amit itt láthatunk. Én azt gondolom, hogy itt teljes egészében lefedi azt a mindenséget, azt a sokfajta csodát, ami a Jancsárkertben található. Igen, ez egy tipikusan így az ünnepi időszakra összeállított ajándékcsomag. Nem volt olyan nagyon nagy tudatosság ennek az összeállításában, de például a termékek csomagolását és a feldolgozottsági fokát illetően látható, hogy 8 év alatt nagy utat tettünk meg. Jó. Talán kiemelem a Sárkeresztúri Hangyák Szövetkezetnek a termékeit, akik maguk termelnek tök magot, de utána paprikát, de utána tovább lépnek, és ezeket már feldolgozott formában hozzák a piacra. Tehát alaptermékként is meg lehet kapni, vagy feldolgozottként, vagy például levendulát nagyon komoly mennyiségben termelnek, és a levendulának a feldolgozott formai és ez egy fontos lépcső. Tehát a bűvös szó, a bűjelző szerkezetben a házi. Tehát itt a tészta, a tojás, egyébként ugye a híradóban beszámoltunk róla, hogy az idén, tehát január 1-től a tojáson is ott kell, hogy legyen a magyar zászló, és nyilván ebben meg kell barátkozniuk a termelőknek is ezzel. Ott jártunk, és erről egy híradó is készült, és én azt mondom, hogy tökéletes. Viszont, tehát és vannak még sütemények. Viszont lépjünk egy kicsit tovább, hiszen aki a Jancsárkertbe jár, az kell, hogy tapasztalja, hogy ott vannak olyan kézműves termékek, tehát kézműves portékák akármik, amelyek nem jellemzőek általában egy piacra. Tehát ez is egy újabb lépcső. Igen. Én azok közé tartozom, akik, hogy egyszer a kapacitásunk megengedi, és van szabad kapacitás a piacon, akár a kültéren, akár a csarnokban, akkor szívesen fogadok minőségi kézműves termékeket. Legjobb példa rá, hogy most magyar népművészet mestere, Kelencsér Julianna Csúhés alkotásai voltak elérhetők és megvásárolhatók az adventi időszakban a piacon, de más kézművesek pedig otthonra nagyon praktikus dolgokat készítenek, például levendulával töltött párnákat, amelyeket a kis gyerekek, esetleg a fája fülök szívesen szorítanak magukhoz,
vagy pedig éppen a nem műanyagba történő csomagolást segítik elő, különböző bevásárlótáskákkal, textilből készült szityőkkel, bevásárlótáskákkal. Ezeket abszolút így a piac kiegészítőinek tekintem. Ameddig lesz lehetőségünk így a piac befogadó képességét illetően, mindig örömmel várom őket. Egy kicsit beszéljünk az egészségpiacról is. Ez is egy újdonság volt esztendőkkel ezelőtt, amikor Röstör Anna Mária, az önkormányzat egészségügyi és sporttanácsnoka felhívására is nagyon sok mindenki csatlakozott hozzá, különböző szűrővizsgálatoknak adhatott otthont a Jancsár kert. Ez is egy tudatos történet, hiszen az egészséges bio élelmiszerek mellett az egészség megőrzése, illetve a megelőzés nagyon fontos. Hogy döntöttek úgy, hogy erre bizony szükség van? Ez az évek alatt alakult így ki. Ugye alapvetően, hogy egészséges élelmiszereket lehessen kapni a piacon, és mi magunk is egészségesen táplálkozunk, egészséges ételeket, italokat fogyasszunk. De hogyha az ember belegondol, hogy mi az egészség összetevői, akkor óvatatlanul a táplálkozás mellett felvetődik a mozgás, a szükséges mozgás, az, hogy valaki környezetbarát, mikrokörnyezetben, a családi környezete az környezetbarát legyen, ugyanúgy, hogy otthoni hulladék rendezés gazdálkodásban is figyeljenek erre. Sőt, eljutottunk addig, hogy ebben az egészségpiac kategóriában az előbb említetteken kívül a mentális egészség vagy a szellemi egészséget is fontosnak tartjuk, a fizikai egészségen, a testi fizikai egészségen kívül, és lehetőségünk volt pályázni, és nyertünk egy közösségi városi pályázaton, amelyen éppen ezt az egészséges életmódot így a maga komplexitásában, beleértve a mentális egészség tekintetében is tudjuk gyakorlati oldalról bemutatni. Tehát itt is voltak olyan workshopok, olyan tanácsadások a mentális lelki egészségben, amelyik segítenek a ma ismert és népszerű formákat még inkább a fehérváriak körében elterjeszteni. Tehát mi ezt hivatásunknak tekintjük, hogy az egészséges életmóddal foglalkozzunk komplex módon, rávilágítsunk arra az összefüggésre, hogy bár a mi fő tevékenységünk az egészséges táplálkozás, élelmiszerek, de azon kívül jó ide kapcsolni más területeket is. Nagyon fontos, hogy közösségi eseményeknek is ezen túl, tehát az egészségpiacokon túl is otthont adott a Jancsár kert. Én azt hiszem, hogy ez megint csak egy előrelépés, hiszen egy város közepén, ha nem is a közepén, de csak nem a közepén, nagyon-nagyon fontos és vonzó olyan programokat tetten érni, amelyek a Jancsár kerten jellemzőek voltak. Igen, ezt a kezdetektől fogva fontosnak tartottuk, hogy hát ha a hagyományos vagy a régi fehérvári piacra visszagondolunk, a Colores melletti piacra, az ottani hangulatra, a kofák, vásárlók közötti párbeszédekre, ez Kati nénire, az ő személyére, az ő tevékenységére. Tehát ezt az időszakot, ezt a hangulatot szerettünk volna visszaidézni, és nálunk mindig találhatók olyan asztalok vagy padok a piac közepén, ahova le lehet ülni, le lehet tenni a csomagokat, és számtalanszor előfordul, hogy ismerősök futnak össze, családok, gyerekekkel ott találkoznak hosszabb idő óta, és akkor természetes, hogy ott elbeszélgetnek arról, hogy mi történt az elmúlt időszakban. Tehát így közösségfejlesztő vagy közösségépítő szerepet is betölt a piac. Persze legfontosabbnak azt tartjuk, hogy azt a 60-70 fős belső árus közösséget, akikből az egyesületünk is áll, hogy őket erősítsük, és nekik adjunk minél több élményt, tudást, hogy tovább tudjanak fejlődni. A 2020 egy kivételes esztendő volt, és remélem, hogy az idén majd rövidesen eltűnik a pandémia. Tehát a koronavírus járvány alaposan, hát én azt mondom, áthúzta mindenkinek a számításákat, lett légyen az árus vagy vásárló. Milyen károkat kell, hogy beszéljünk erről, milyen károkat okozott, milyen károkat okozhat egy piac működésében a járvány, illetve a zárvatartás kényszere? Az első hullám esetén, hát ami mindenképpen problémás volt, ez az idősek számára kialakított idősáv betartása. Tehát betartottuk természetesen, csak egy olyan
kereskedelmi egység esetében, mondjuk nálunk konkrétan piac esetében, amelyik szombaton délelőtt mondjuk 5 vagy 6 órán keresztül van nyitva, abból 2 órát, ráadásul egy elég forgalmas időszakot kivenni, az igenis érzékelhető hátrányokat vagy értékesítési veszteségeket jelentett az árusok számára. A második hullám során ez az időkorlátozás a piacokra nem volt érvényes. Természetesen mind a két alkalommal megteremtettük a biztonságos vásárlás feltételeit, a maszk használatot, a távolságtartást, a fertőtlenítő biztosítását, a nem érintéses fizetés elterjesztését, de és így kiegyenítődött ez a két időszak. A második hullámban inkább a távolságtartás volt, ennek a betartása volt a legnehezebb, hiszen azért az emberek jöttek vásárolni abban az időszakban, és nehéz volt azt, hogyha egy sor alakult ki egy stand előtt, akkor ott lehessen tartani. Kicsit segített az, hogy megalakult Székesfehérváron a kosárközösség, és ők csütörtök délutánonként így előzetes előjegyzés megrendelés alapján adnak át termékeket, egy kicsit tehermentesítve ezáltal a szombat délelőtti piacot. Egy dologról beszélnünk kell, a jövőről. Itt már érintőlegesen ugye rögtön a bevezető után esett már szó róla. Milyen jövőbeli tervek vannak, hiszen nagyívű terveket szőtt a piac vezetése. Hol tart ez most? Most ott tart, hogy készülnek a különböző tervvariációk. Tehát azt tudni kell, hogy ez a 6000 négyzetméter egy magyar tulajdonban levő, egy ajkai testvérpár tulajdonában levő ingatlan, akik Magyarországon közel 60 Eurofamily, vagy az új nevén Ecofamily áruházat üzemeltetnek. Ők egy nagyon nemes lelkűen, megismerve a piac működését, úgy döntöttek, hogy a piacot nem csak úgy megtartják, hanem fejlesztik, felújítják a piaccsarnokot, a teljes piac környezetet. Például lesz fűtésünk, ami nagy szónak tűnik, de ez azért nem volt jellemző ránk, de egy nagyon korszerű, modern piaccsarnok fog kialakulni, ők pedig elépítenek egy saját Ecofamily áruházat, ahol csomagolt termékeket lehet kapni, a piacon pedig minden friss háztáji terméket lehet majd kapni, és a kettő így az előzetes tervek alapján, és hát így ismerve az igényeket, nagyon jól kiegészítik egymást. A piac hétköznap is nyitva kell, hogy legyen, akár csak az előtte levő áruház. És ez jelent egy nagy kihívás számunkra, ezért gondolt az egyesületünk, hogy sajnos mivel minden más normál pályázati lehetőségből egy közel 100 000-es városban működő termelői piac ki van zárva, ezért a Nagy István miniszter úrhoz fordultunk, hogy szeretnénk egy termelői boltot kialakítani, ahol hétköznaponként is a piac legjellemzőbb termékeit, mondjuk amik itt az ajándékos árban találhatók, megvásárolhatók legyenek. Hát első körben ez a kapcsolatfelvétel nem volt túl sikeres, de most ismételten, kicsit konkrétabban megfogalmazva, a miniszter úr segítségét kértük, hogy mi most nagy képviség nélkül az ország egyik legjobb termelői piaca vagyunk, de ellentétben a tőlünk 10 kilométerre nyitott települési piacról, tehát ők 40-50 millió forint piac létrehozási támogatást kapnak, tehát mi 0 forintból működtünk a 8 év alatt, hogyha a miniszter úr úgy látja, hogy mi erre rászolgáltunk a 8 év alatt, akkor termelői boltnak, így csekély összegben a hűtőpultjainak, csomagoló berendezéseinek a kialakítását, hogy támogathatná. Igazán ez jelenteni a tovább lépés és a fejlődést az eddigiekhez képest. Hát én bízom benne, hogy a legközelebb, mert természetesen azért az alaphírekkel szolgálunk a nézőinknek, illetve olvasóinknak a Fehérvár magazinban, de hogy rövidesen beszámolhatunk erről is. Addig is hát további jó egészséget és jó munkát kívánok. Én bizakodó vagyok, hogy rövidesen a pandémia véget ér, és akkor újra teljes egészében ott lehetünk a piacon. Köszönöm szépen! Én is nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Nagyon sokat jelent az árusok, és valamennyünk számára, hogy a közvélemény
így önökön keresztül is figyelemmel kíséri a piac működését. Köszönjük szépen! Mi is köszönjük! Kedves nézőink, én pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ahogy ígértem, a következő időszakban beszámolunk azokról a székesfehérvári mezőgazdasági vállalkozásokról, illetve az évkezdet különböző ódiumairól, amelyek fontosak számunkra. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra, minden jót!